Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autorum csatornáján, az én nevem Zsolt. Már nem csak a telefonok okosak, hanem a mosógépek, a légkondicionálók, de még az autók is. Nem véletlen, hogy a legnagyobb mobil platformok tulajdonosai rárepültek ezekre a képességekre. A Google és az Apple is kiadta már réges-rég azokat a szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik a mobiltelefon használatot vezetés közben. Elméletileg nem lehet a készülékeket nyomkodni, és ezt próbáljuk is tartani magunkat, viszont az Android Auto, valamint az Apple CarPlay szolgáltatásoknak köszönhetően könnyebben hozzáférhetünk a legfontosabb funkciókhoz. Ameddig viszont az Apple CarPlay-nek a működése egyszerű, addig az Android Auto sajnos itthon nem támogatott hivatalosan, ezért egy kicsit trükkösebb a telepítése, amelyhez most mi megpróbálunk segítséget nyújtani. Ha Google Play áruházba belemászunk, akkor hiába írjuk be az Android Autót, sajnos itthon, kis hazánkban nem fogja listázni a program ezt a szoftvert, így tehát föl kell csapnunk a Google-nek a keresőjét, majd oda beütni azt, hogy Android Auto APK. Fontos megjegyezni, hogy az APK-k telepítése nyilván némi sebezhetőséget okoz a rendszerben, hiszen nem a hivatalos áruházboltban vásároljuk meg az alkalmazásokat, amik már ellenőrizve lettek a Google által, hanem egy külső forrásból telepítjük, de ettől függetlenül nem kell félni attól, hogy adatlopás történik, hacker támadások történtek és történni is fognak, ettől függetlenül viszont nem valószínű, hogy a mi adatainkat tulajdonítják el. Tehát a Google keresőjébe kell beütni az Android Auto APK-t, majd hogyha ez megtörtént, akkor a listázásnál megtaláljuk az APK Mirror névre hallgató weboldalt. Itt lejjebb kell görgetni, és rögtön láthatjuk az elérhető verziókat, legfelül a legfrissebbel, és a lefelé mutató nyilat jobb oldalon kell megnyomni ahhoz, hogy rögtön a következő oldalra ugorjunk, itt pedig a See Available APKs, vagyis a letölthető APK-kat láthatjuk. Fontos tudni, hogy letöltés előtt tájékozódjunk, milyen okostelefonunk van, hiszen ARM64 vagy ARM verziót is le lehet tölteni, előbb itt az újabbakra, utóbbi talán a régebbiekre érdemes telepíteni. Ezután a következő lapon már rögtön a letöltés fűre tudunk ugrani, megint egy kicsit lejjebb kell görgetni a Download APK pontig, és ezek után pedig a Chrome jelenteni fogja nekünk azt, hogy engedélyekre van szüksége ahhoz, hogy tárolhasson fájlokat, és ezek után pedig még kiír egy olyat is, hogy sérülést, tehát kárt okozhatnak ezek az APK-k a rendszerben, nyilván ezeket el kell fogadjuk. További beállításokat is konfigurálni kell, egyrészt a telepítéshez az alkalmazás telepítéseket kell engedélyezni, hogy ez az ismeretlen forrásoknak a telepítését jelenti, majd ezután már lehet installálni az Android Autót. Itt még nem ért véget viszont a történet, mert attól, hogy föltelepítettük, a folyamat még csak a jó kétharmadán vagyunk túl. Ezután ugyanis meg lehet nyitni az alkalmazást okostelefonon is, sőt meg is kell, mert utána lehet a szükséges engedélyeket még megadni, amit kér maga a program. A Get Started-re rányomva el kell fogadnunk a használati útmutatót és a különféle biztonsági információkat, hiszen azért nem szabadna vezetés közben nyomkodni a telefon, stb., amit egyébként is tud mindenki, majd a szükséges további engedélyeket, hozzáféréseket kell biztosítanunk a program számára, így a telefonhívásokhoz, mikrofonhoz és egyéb dolgokhoz, és a más alkalmazások feletti megjelenítést is mindenképpen be kell kapcsolnunk, plusz a hozzáférés értesítésekhez, ez is egy olyan menüpont, aminél igent kell nyomnunk ahhoz, hogy az Android Auto teljes értékű szolgáltatásként tudjon működni. Azután, hogy ez már kész van, rögtön láthatjuk a felületet akár az okostelefonon, de nyilván nem erre készült alapvetően a szoftver, hanem ahhoz, hogy az autó felézeti rendszerén tudjuk nyomkodni, elérni a legfontosabb funkciókat. Elég az USB kábelt az autóhoz kapcsolni, egyébként pedig van már Wi-Fi-s verzió is, tehát támogatja a vezeték nélküli módszereket is az Android Auto, de ennek működése hektikus, nem annyira stabil, mint kábelesen. Ha pedig hozzákapcsoltuk az okostelefonunkat az autónkhoz, már is földobja majd nekünk az Android Auto szolgáltatás elindításának a lehetőségét az infotainment rendszer, erre rábökve pedig a legfontosabb menüpontokat azonnal el is érjük. Egyrészt támogatott nem csak a Google Maps navigáció, hanem a Waze is, tehát a forgalmi információkat bármelyik szolgáltatás keretében lekérhetjük és navigálhatunk. A hívásnaplót, a hívásokat, illetve a névjegyzéket is elérjük a következő
ikon megnyomásával, sajnos prediktíven nem tudunk a kontaktok között keresni, de így is jó szolgálatot nyújt ez a rendszer. A Google Play zene, valamint a Spotify és egyéb streaming vagy zenelejátszó alkalmazások is támogatottak, könnyeden el lehet érni az a telefonon lévő muzsikákat, és villámgyorsan ki is tudunk lépni a főmenübe, hogyha valakinek inkább erre van szüksége, ott kutatna valamilyen funkció után. Az Android Auto telepítése tehát nem bonyolult, de nem is rövid idő. Ettől függetlenül viszont érdemes, mert sokkal kényelmesebbé teheti az autóban a használatát a telefonunknak, plusz hát nyilván biztonságosabbá is. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel kérlek a csatornákra, hiszen számos autótesztel és érdekes információval készülünk még a közeljövőben. Minden jót kívánok, sziasztok!